Sziasztok! Valamit akasztottunk. Egy szép kis pontyocskát. Jó, az már be van súrva. Szép pontyocska. Hogy jó? Hogy jó, nem szabad. Hogy jó, mennyi arrébb? Mennyi arrébb? Elég mélyre nyelte. Várjál, akkor a kifedik. Jó kapott. Szép kis egészséges pontyocska. Gyönyörű szép. Visszadobtuk, hogy jó mi lett. Nagyon mérges. Pár darabot. De érdekes, hogy nem konzerv kukoricára jönnek, hanem erre a kemény kukoricára lehetetek. Még hát azt gondolom az ember, hogy ezt jobban szeretik, de ezt erre feltönnek erre. Áztatott a kemény kukoricára. Annyira oda figyelni, mert nem tudják leszedni egyből a csalit. Aztán gondolkoztam egyik kollégának az ötletét, tovább gondoltam, és télire, mivel nem horgászik télen az ember, úgy hogy szeretném azért a csatornát valahogy fenntartani valami dolgokkal. Azért gondoltam, hogyha idősebb, kedves nézőim, akik vannak, és vannak ilyen régi, megunt, de tényleg régi, megunt horgászfelszerelései, még a rendszerváltás előtt, amik voltak ezek a olcsó csehszlovák, meg orosz, meg különböző ilyen fenefutó orsók, amik igazándiból értéket nem nagyon képviselnek, főleg ha egy kis hibájuk is van, de hogyha ki akarják dobni, vagy valami kacat, hogy csak kerülgetik, én megadnák a videó alatt egy címet, és hogyha oda elküldenétek, akkor csinálnak egy ilyen sorozatot, hogy kell ilyen régi orsókat felújítani, rendbe tenni, karba tartani orsókat, tehát egy ilyen téli horgász karbantartós videósorozatra gondoltam. Ilyen régi orosz teleszkópotok, vagy egyéb ilyen régi úszók, amik már festékhiányosak, hogy újra festeni, tehát amivel ugye el lehet szöszmötölni télen, és videó is lehet belőle. Tavasszal pedig akarok csinálni ilyen retro horgász film sorozatot, hogy ezekkel a rendbetett dolgokkal, hogyha lesznek egyáltalán, persze, akkor ezekkel fogok horgászni, és egy ilyen retro horgász film sorozat lenne. Nekem is nagyon sok van, úgyhogy már az alap megvan, mert van egy 5-6 darab ilyen régi orsom, azokról már fogok csinálni videót. Rendbe is teszem őket, most csak el vannak rakva egy dobozba.
vannak ilyen régi horgászbotjaim is, ilyen csőbotok, ilyen dam meg egyéb, hát vezető gyűrű nincs rajtuk, de szerintem rendbe fogom én ezeket tenni, és lesz róla egy ilyen videósorozat, hogyha tényleg vannak ilyen elfekvőben ilyen rossz horgász dolgok, amit ki szeretnétek dobni, az lehet, hogy egy jó kis horgász videó sorozat lenne belőle, és hogyha netán több összejönne, akkor csinálnák egy ilyen kis házi kiállítást, ami hogyha már olyan mennyiségű lenne, akkor esetleg ilyen horgász egyesületekhez elvinném, vagy valahova, és ott volna ilyen párnapos kiállítás. Szerintem ingyen, vagy valahogy meg lehetne ezeket nézni, és akkor fiatal horgászok látnák, hogy mivel kentjük, vágtuk mi itt a halfogást. Hát szóval ez egy ötlet. De aztán, hogy lesz-e belőle valami, ez csak rajtatok múlik. Hát én úgy gondoltam, hogy olyan dolgokat, aminek úgy lényegében nincs értéke, mert én fizetni nem akarok kezdeni, mert nincs is rá pénzem. Szerintem az asszony nagyon is ütne, hogyha ilyen kacatokat vennék valami pénzét. Úgyhogy csak amit tényleg kidobásra szánnátok, azt esetleg, ha elkülditek, akkor megpróbálom rendbe tenni, felújítani. Rengeteg rossz horgászhorsom van, amikből az alkatrészeket úgy össze lehet rakni, hogy legyen egy jó. Sőt, hogyha olyan rossz orsók vannak, amik hiányosak, vagy valami, az is érték, mert lehet, hogy egy másik orsóba pont az az alkatrész kell, ami abban megvan még. Úgyhogy nagyon nagy örömmel fogadnám ezeket a dolgokat, hogyha esetleg elküldenétek. Hát egy ilyen sorozaton gondolkozok, téli. Valami, hogy legyen, hogy mert ha horgászni nem tud az ember, azért csak fönt kéne tartani a csatornát, mert hogyha nem rakok fel videókat, akkor a YouTube az leveszi a videókat, utána nem nagyon fogja felkínálni senkinek, azt akkor kezdhetem újból előről a csatornát felfuttatni tavasszal, de hogyha így téren is raknák fel ilyen videókat, ilyen karbantartós videókat, azt szerintem mindenkinek biztos, hogy jót tenne, mert azért egy orsót nehéz rendbe tenni. Sokszor nekem is, pedig én sok orsót rendbe tartottam, mindig csinálgattam. Csak amióta rosszul látok, azóta egy kicsit nehéz, de hát újból belejön az ember, akkor megint jó lesz az. Hát ha ehhez hozzá akartok járulni, akkor szívesen fogadom a régi horgász cuccok felajánlását, hogy elfogadom, rendbe teszem, és a videóban meg is említem, hogy kitől kaptam, hogyha megengedi. És ha valami történet van vele, hogyha leírja egy levélbe, akkor azt a szívesen elmondom a videóban, hogy milyen történet fűződik, milyen halakat fogott ebben az orsóval, mert szerintem az úgy mindenkinek egy érdekes dolog, hogy nekem is érdekes, hogy másnak a kalandos történeteit úgy, hogyha olvasom vagy hallom. Hát egy ilyen télies videósorozatra gondoltam. Ha tetszik az ötlet, akkor lájkoljátok a videót. Hát volt már benne akció. Sajnos már úgy nézem, 9 perce megy, de csak egy halat fogtam. Bíztam benne, hogy még egy hal bejön. De hát szerintem megszórjuk most a helyet, aztán megyünk föl kertet ásni. Veteményesnek készítem elő jövő évre, nagyobb veteményest akarok. És kétszer akkor a darabot ásuk föl. Hát ez a gyomai föld, ez elég ilyen kötött föld, de viszont, hogyha művelik, akkor jó, mert
hogy tartsa a nedvességet is. Tehát nagyon jó kis kertet lehet itten csinálni. És gondoltam, hogyha sikerül többet kint lenni jövőre, és akkor legalább nem kell zöldségeshez menni. Közben kapásom van. Hoppá! Úgy a szép kapás volt. Teljesen kifejtett, nem tudom, láttátok. Na hát ez jó idétlen voltam, majdnem kilakadtam a fa tetejére. Ez biztos, hogy nem pisfa volt. Ez kifektette, hogy csak lestem. Szerencsére hátulról fúj a szél, úgyhogy beviszi a cuccost. Könnyű bedobni. Viszont nem akadt a horog, úgyhogy van rá esély, hogy fogunk. Igaz, Bogyó? Bogyók a szimatolja a botot, hogy halszagú. Hát, ha még belefér gyorsan egy jó kis kapás. Nem tudom, hogy látszik-e az úszó, mert most telefonnal veszem föl. Sajnos ez a kamerás megoldás, ez csak otthon működik, mert itt a routerrel 4-5 óra hossza felrakni egy 6-8 perces videót a YouTube-ra. Viszont telefonnal 30 perc, tehát nem hasonló minőségű, de mégis szinte egy tized idő alatt felmegy. Halvány ötletem sincs, hogy miért, pedig hát laptop, elég gyors a laptop is, mert nagyobbik fiam az elég jó feltuningolta. Tehát a gyorsasága nincs baj, de valahogy a netet azt másképp kezeli, mint a telefon. Lehet, hogy vezetékkel kéne összedugni, nem wifivel. Meghozok ki egy hosszabb vezetéket. Úgyhogy most megpróbálom telefonnal fölrakni, mert hát tegnap éjfél óta nem raktam föl még, amit fölvettem videót tegnap itt. Szerintem ezt a videót ezt hamarabb föl tudom rakni telefonnal, mint amit már tegnap óta rakunk föl. Nem akarok hosszú videókat csinálni, de most már megvárom hátra, még elviszi az úszót. Ugyanott van, ahol kapás volt, mi van rá esély. Nagyon szép kapás volt, szabályosan kidűlt az úszó, de egy elég hosszú úszó. Kényelően kifektette, úgyhogy legalább egy olyan 20 centit emelt a holmon, nem is a holmon, hanem az holmon, tehát nem kis hol lehetett. Esetleg nagyobb keszeg, mert a keszegek azért tudnak ilyeneket csinálni. Lehet, hogy sustorog a felvétel, mert fúj a szél nagyon, de próbáltam úgy állítani a kamerát, hogy a nádnak a takarásából legyen. Bízok benne, hogy nem sustorog. Hát gyönyörű kapás volt. Nagyon meg kell becsülni a kapásokat, mert hát sajnos alig van kapás. Gyengén esznek most ősszel a halak, legalábbis itten, felénk. Pedig itt a holtág az szinte egyforma, tehát itt nincsenek mélyebb részek. Majdnem egyforma egész végig. Ugye a halaknak szerintem nincs miért elvermelni jobbra-balra, bárhol lehetnek ilyen időben, meg amúgy se hideg a víz, úgyhogy még akár normálisan kaphatnának is. Nagyon fúj a szél, lehet, hogy a sustorogni fog. Nem tudom, akkor felrakom.
tetszik az ötlet, amit gondoltam, akkor szívesen fogadom a régi kidobásra szánt horgász cuccokat, és avval egy visszajelzést is küldtük, hogyha lájkoljátok ezt a videót, hogy jó ötlete, vagy esetleg, hogyha leírjátok a véleményeteket róla, azt szívesen fogadom. Kikapcsolom, mert hát kapás nem lesz, az már lassan 15 perces videó, úgyhogy nem akarok olyan hosszúakat csinálni. Sziasztok! Gördüljön!